talán mondhatjuk azt, hogy a nyár második legmelegebb napján, illetve napjainak egyikén beszélgetünk Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszonnyal. Ez a jó idő, szép idő nem volt elmondható az elmúlt egész időszakra, hiszen például azt hiszem a labdarúgó Európa-bajnoki döntő közös nézését éppen elmosta, és ugyanezt a döntőt nem ismétlik meg, de azért közös élmény szabadban várhatóan lesz még a helyieknek. Mikor is? Igen, hát az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk az elmúlt hetekben, ugyan már drukkolni nem tudunk együtt, de a piknik mozit augusztus 21-én 18 órától meg fogjuk tartani, ugyanis a piknik mozi sajnos elmaradt. Nem maradt el egyébként a piac sem, ami augusztusban második szombaton, tehát augusztus 14-én 9 és 13 óra között újra lesz, és számos olyan rendezvény lesz, ami még új, ami friss, ami rendhagyó. Például minden héten lesz kézműves foglalkozás a kegben. Vásároltunk néhány társasjátékot is, többek között azért, hogy akik szeretnének társasjátékozni, társasozni, az délutánonként nyugodtan jöjjenek a kegbe, és együtt közösen társasjátékozhatnak. Az időjárás valóban nem volt túl kegyes akkor, most sok embert megvisel ez a nagyon-nagyon nagy meleg. Éppen ezért megnyitjuk a kulturális és egyházi központot a kánikula idején, hogyha esetleg valaki rosszul érzi magát, akkor ne habozzon, azonnal fáradjon be, ott hűs van, és egy-egy pohár víz erejéig szívesen vendégül látjuk. Nagyon szép, nem csak itt a polgármesteri hivatal, vagy a KEK környéke, hanem egyáltalán ez az egész utca, meg az egész település rendezett benyomást kelt. Honnan van erre kapacitásuk? El kell mondanom, hogy mind herceghalmiként, mind polgármesterként nagyon büszke vagyok, mert láthatólag ez egy sikert sztori. Megtaláltuk azt a helyi vállalkozót, aki akár azt is lehet mondani, hogy magáénak érzi a közterületeket, és csodálatos azóta, amióta ő végzi a munkát, minden egyes része herceghalomnak. Úgyhogy csak így tovább, és öröm itt sétálni. Akik jönnek hozzánk látogatóba, vagy a közeli cégekhez vendégségbe, azok is írnak nekem, már többször előfordult, és gratulálnak a munkájához. A legutóbbi beszélgetésünkkor polgármester asszony említette a sikeres Magyar Falu Program pályázatokat. Melyek azok, vagy vannak-e olyan munkálatok, amelyek már elkezdődtek azóta megnyert összegből? 6 pályázatra adtunk be, szinte minden Magyar Falu Program pályázat almenüpontjára pályáztunk. Ebből már tudjuk, hogy 2 sikeres volt, ugye a kápolna felújításának befejezésére talán pontot tudunk tenni ebben az évben, vagy a jövő évben, illetve a Liget utcai játszótér korszerűsítése szintén már el is kezdődött. Hála Istennek egy rendkívüli testületi ülés keretében kiválasztotta a testület azt a céget, aki a játékokat fogja elkészíteni. Reméljük, hogy azért egyéb pályázatokon is sikeresen fogunk indulni. Egyébként a Dombhát utcára egy belügyminisztériumi pályázat alkalmával sikerült pénzt kapnunk. Azt a projektet jövőre fogjuk megcsinálni. Egyébként számos olyan pályázat van, amit mi írtunk ki, például a honlap pályázat, meg szeretnénk újítani a honlapunkat, egy merőben korszerűbb és frissebb hírcsatornát és kommunikációt szeretnénk az online térben is elkészíteni. Várjuk a pályázók jelentkezését. Az új szárnyát az iskolának is most már beadták az építészek a pályázatokat, az elbírálása szeptemberben lesz.